A barátság szentsége. Elmélkedések az eukarisztiáról. Mit jelentett Jézus életében, úgy nevezünk, hogy utolsó vacsora, az eukarisztia alapítása, illetve maga az eukarisztia, hogyan gondolhatott ő előre, hogy mit jelent majd ez a közössége számára, az egyház számára. Jézus életének központi pillanata ez a vacsora, amelyet 3 év nyilvános működés előzött meg, és sok-sok találkozás, sok-sok vacsora. Egyik jellemzője volt a názáreti Jézusnak, hogy nagyon szeretett emberekkel együtt lenni, és együtt is enni. És ilyen értelemben ez a vacsora ennek a sok különböző emberrel töltött vacsorának, étkezésnek egy betetőzése, csúcsa, és az előzmények is már értelmezik azt, hogy mit is jelentett ez a vacsora Jézusnak. Ugyanakkor ez egy utolsó is, mert érzi, tudja, hogy az életének a végéhez közeledik, az ellenségei összeesküdtek ellene, készülnek arra, hogy elpusztítsák őt, és tudja azt is, érzi, hogy valószínűleg ez az utolsó éjszakája, utolsó alkalom, amikor találkozhat bensőségesen az ő tanítványaival. Tehát a múlt és a közelgő halálnak a meccéspontjában helyezkedik el ez az este. Térjünk egy kicsit még a múlthoz. Jézus a vámosok és bűnösök barátjaként hát együtt étkezett nagyon különböző emberekkel, sok olyan emberrel, akiket az akkori társadalom megvetett, lenézett, bűnösnek tartott, és persze olyan emberekkel is együtt étkezett, akiket tiszteltek, a farizeusok, írástudók volt, amikor náluk volt vendégségbe. Jézust úgy képzelhetjük el, mint egy olyan embert, aki tényleg szeret az emberekkel együtt lenni, és élvezi az ő vendégszeretetüket. A keleti kultúrában együtt étkezni valakivel az eleve egy mély, bensőségesebb kapcsolatot is feltételez, gondolatok, érzéseknek a megosztását. Manapság is valahogy így van, nem akárkivel ülünk le egy asztalhoz étkezni, de ez sokkal inkább így volt Jézus kultúrájában. Hogyan tekint erre az éjszakára, erre a vacsorára? Jézus először is nagyon vágyik erre az étkezésre. Mondja is a tanítványoknak, hogy vágyva vágytam, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a pászka vacsorát, ezt a húsvéti vacsorát. Szóval az Úr Jézus szívében van egy vágy ezelőtt, a vacsora előtt. És valahogy, amit itt megvalósít, azt lehet úgy mondani, hogy tulajdonképpen az összefoglalás az egész életének. Mindannak, ami előtte van, és mindannak is, ami utána van, ugye, utána a szenvedés, és utána a feltámadás. Valahogy mindez így bele van sűrítve ebbe a különleges órába, amit a tanítványaival tölt. Ha a formáját nézzük ennek a vacsorának, akkor azt látjuk, hogy egy hagyományos zsidó húsvéti vacsora adja a keretet, aminek megvan egy nagyon jól meghatározott forgatókönyve, és Jézus ezt a forgatókönyvet néhány ponton megváltoztatja, és egészen új értelmet ad ennek a vacsorának, ennek az estének. Mi az a két pont, ahol leginkább átalakítja? Hát, amit minden szentmisében is ünnepelünk, és azok a szavak, amiket a kenyér átadásához köt, mit is jelentenek ezek? Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Mit jelent ez? A test. A biblikus világban a test az nem azt jelenti, ami számunkra, vagy hát modern nyugati emberek a testen, tehát inkább a biológiai valóságunkat értjük. A Biblia embere számára viszont a test az sokkal többet jelent. Az egész embert jelenti. Nyilván jobban kihangsúlyozza ez a fajta megközelítés az anyagi, a testi, hogy mi testként értünk ezt a dimenziót, de a Biblia embere számára benne foglaltatik a lélek is, az egész emberi mi volt. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, akkor ezzel az ő egész lényének az összefoglalását mondja. Azt mondja, hogy ez az én személyem, ez én önmagamat nektek adom. A vacsorának a másik nagyon lényeges eleme az, amikor a bort veszi a kezébe, és azt mondja, hogy ez az én vérem, amely értetek kiontatik, az új szövetség vére. Már amikor a kezébe vette a kenyeret, és azt mondja, hogy ez az én testem, amely értetek adatik, hát az is nagyon furcsa lehetett a tanítványok számára, egészen biztosan megdöbbentek, de amikor a borral teszi ezt, és az ő vérének nevezi a bort, akkor egészen biztosan
még jobban megdöbbenhettek ezek a tanítványok, hiszen az Ószövetség világában a vér az az életnek a központja, a vérhez csak az Istennek van joga, ember azt nem veheti el, nem is eheti. Ezért is volt, hogy az áldozati állatoknak is a vérét ki kellett önteni, azt nem szabadott megenni, megfőzni, vagy semmi ilyesmi. Hogyan is mondhatja egy ember azt, hogy ez az én vérem? Szóval egy nagyon döbbenetes lehetett ez a tanítványoknak, mégis ittak a kehelyből, Jézusnak a felhívását követően. És ebben tulajdonképpen azt foglaltatik össze, hogy vér, amely az életnek a centruma, Jézus mintegy azt mondja, hogy itt az én életem. Ez az élet, amely bennetek lesz. Valahol az életnek az ajándékozásának a gesztusa ez. Test és vér, az egész lényének az átadása kerül itt sorra ezen az éjszakán. Ezen az éjszakán Jézus még azt is mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Küldetésbe adja a tanítványainak, hogy az ő gesztusát, azt, amit ő tett, azt folytassák, adják tovább, és kellett is ez a parancs a tanítványoknak, hiszen Jézus annyira furcsa, annyira megdöbbentő módon cselekszik ezen az éjszakán, hogy saját kezdeményezésükből biztos nem követték volna ezt, mégis a Mester ezt parancsba adja, és hát azóta is ebből a parancsból érünk, ennek engedelmeskedve ünnepeljük minden alkalommal a Szentmisét.